Sziasztok, Dudás Ádám vagyok, itt vagyunk a BB Gymbe. Most tudtam le egy kemény vál biceps edzést, és utána pedig megiszom a szokásos protein turmixomat puffy rizzsel. A protein turmixom két adag teljesen új izolátumot tartalmaz, az összesen 70 g kb, plusz raktam bele BCA 10 g-ot, 10 g glutamint, 10 g kreatin monohidrátot, ezen kívül pedig kiszoktam egészíteni szénhidrát forrásként, egy pici puffy rizzsel. Igazából mostanában 8 szeletet szoktam megenni, ez nagyjából egy olyan 56 g szénhidrátnak felel meg. Edzés után azért is fontos a szénhidrát bevitel, egyrészt mert magában a fehérje az kevés lenne, és az izmokat vissza kell tölteni a glikogénraktárakat minél gyorsabban. Puffy rizs erre azért is megfelelő, mert viszonylag gyorsan felszívódó szénhidrátforrás, nagyon jól elterít, és nem leszek olyan hamar utána éhes. Vannak, akik azt hiszik, hogy edzés után nem kell szénhidrátot enni, mert a szénhidrát az tulajdonképpen szerintük hízlal. Valójában én még diétában is szoktam szénhidrátot fogyasztani, annyi, hogy akkor kisebb mennyiséget természetesen, nagyjából olyankor is azért minimum egy 40 g szénhidrátot viszek be edzés után, mert a glikogénraktárakat mindig vissza kell tölteni, ugyanélkül az izmok sokkal laposabbak lesznek, és nem lesz energiánk. Tehát, hogyha edzés után nem viszünk be szénhidrátot, akkor tulajdonképpen a fehérjéből fog a testünk szénhidrátot előállítani. Voltak épp ilyenkor olyan, mintha kukába dobnánk ki tulajdonképpen a fehérjére szánt pénzünket. Tehát ne felejtsétek el, az edzés utáni turmixhoz, fehérje turmixhoz, a szénhidrátforrásként a puffy rizst, vagy akár az appelhet, vagy bármilyen más szénhidrátforrást, akár táplálékkiegészítő formájában bevinni. Mert az edzés utáni tápanyagbevitelnek is kompletnek kell lennie.